nála tisztább nem volt és nem lesz Jézus. Csak rólad álmodom, várok rád, azt remélem, szelíd hangod újra meghallom. Hűség, igazság, szentség árad rád. Itt állok, megváltva te szent trónodnál, rólad szóljon minden új ének, felemelt kezekkel. Yeah.
beteget mozdít, beteget gyógyít az Úr. Ma is te vagy az Isten, aki nevére leborul minden a földön, az égen. Szíveket hódít, sebeket gyógyít az Úr. Ma is. Drága bárány, szent és méltó, ki érettünk, megölettél. Szívemből száll fel hozzád egy új dal, ki ott ülsz fent atyád jobbján. Drága bárány, szent és méltó, ki érettünk, megölettél. Szívemből száll fel hozzád egy új dal, ki ott ülsz fent atyád jobbján. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten, aki volt, aki van, és eljövendő. Énekli minden élő szívből a dicséretét. Imádlak mindenem, királyom,
Gyertek énekel, hogy méltó vagy. Méltó vagy minden dalra, amit éneklünk. Minden dicséretre, amit zenkedünk. Méltó vagy arra, hogy érted éljük, csak te érted. Minden név felett. Jézus, csak te vagy, aki megmenthet. Méltó vagy arra, hogy érted éljek, csak te érted. Szent vagy. Szent vagy, rajtad kívül nincs más, tőled jön az hozzád üres kézzel. Lord, we come to you with empty hands. És
kitárjuk a szívünket, hogy te tudd ezt megtölteni. And we open up our hearts that you may be the one filling them. Vágyunk ma is a te szavadra, a te vezetésedre az életünkben. We yearn for your word today and for your guidance in our lives. Köszönöm, hogy te szilárd vagy és szikla vagy. Thank you that you're a solid rock. Hogy rád építhetjük igazán az életünket. Thank you that we can build our lives on you. Mutasd meg nekünk magadat, kérlek ma is. Reveal yourself to us today. És taníts újra és újra bízni benned, Istenem. And teach us to trust you again and again. Hadd tudjunk egyre jobban mindent odaadni neked, és mindent igazán rád építeni, Uram. May we be able to give you everything and build all we have on you. Köszönjük a jelenlétedet, és hogy itt vagy köztünk, amikor hozzád kiáltunk, akkor megjelensz. Thank you for your presence and that you're with us when we call out to you. Te nevedben. Amen. In your name, amen. Sziasztok! Hello! Olyan jó látni benneteket itt. It's so great to see you here. Arra kérlek, hogy üdvözöljétek egymást, jó? Ha lehet. I ask that you welcome and say hi to one another. És lehet, hogy ez csak egy összekacsintás lesz, vagy valami. Might just be a wink. Mi meg addig üdvözöljük azokat, akik néznek minket online. Until then, we're welcoming those who are watching us online. Olyan jó, hogy ti is velünk vagytok, egy család vagyunk. It's so great that you're also with us, we're one family. Úgyhogy vegyétek elő, légy szíves, a Bibliátokat, nyissátok ki a Korintusi levélnél. So please open up your Bibles to 1 Corinthians. És folytatjuk a tanulmányozást, a harmadik rész 5. versétől nézzük majd. And we're going to continue our study from chapter 3, verse 5. Ez a rész is egy nagyon érdekes és komoly rész. This is also a very interesting and serious part. Egyébként én úgy látom, hogy leginkább a gyülekezetben szolgálókhoz, illetve vezetőkhöz szól ez a rész. And I think it's mostly speaking to the church leaders and those ministering in the church. De ettől még ne gondold azt, hogy neked ez nem fog szólni, tehát kérlek, hogy ne akadj le most itt az elején, biztos, hogy Isten szólni fog hozzád. But because of that, please don't think that it won't apply to you, because I'm sure that God will speak to you through this. Pál tisztába teszi azt, hogy hol van a szolgálóknak a helye, hogyan gondoljanak magukra, mint szolgálók. Here Paul describes how servants should view themselves and consider themselves. És beszélni fog, tanulni fogunk egy kicsit arról, hogy van egy lelki építkezésünk. We're going to be learning about these spiritual building that we have. És oda kell figyelni, hogy milyen építőanyagokat építünk be. And we'll have to take into account what kind of building blocks we build into this building. Nehogy az legyen, hogy vissza kell szedni a darabokat és újraépíteni. So we wouldn't want to take apart this building and have to rebuild it from the foundation. Hallottátok, hogy a Lego az tökéletes? You heard that Lego's perfect? Nem mertek bólogatni rá, mi, mert csak Isten tökéletes. You don't want to nod because only God's perfect. De képzeljétek el, a Lego az úgy van kitalálva, hogy nincs benne fölösleges darab. But Lego was made in a way that there's not one extra part. Úgyhogy ha összeraksz valamit Legóból és több kimarad, akkor nem a Lego a hibás. So if you put a Lego together and there's some parts left, then it's not the fault of Lego. Hanem neked kell visszaszedni az egészet és újra helyre rakni, hogy aztán jó legyen az építmény. But then you have to take it apart and put the little pieces back together. Így van az életünkben is. And likewise in our own lives. Van egy lelki építkezés, és Isten figyelmeztet, hogy vigyázzunk, hogy mit építünk bele. So there's a spiritual construction in our lives and God warns us what we build into this. Hogyha emlékeztek rá, ott fejeztük be a múlt órán, hogy Pál beszélt nekünk két embertípusról a gyülekezetben. If you recall from the last teaching, Paul was talking about two different types of people. Ugye az egyik a lelki keresztény, de főleg a testiesről beszélt nekünk, mert a korintusi gyülekezet testies volt. So one was the spiritual Christian, another one was the worldly Christian of the flesh, which most of the Corinthian believers were like. És úgy néz ki, hogy ennek a testies kereszténységnek az egyik jele, hogy elkezdtek vezetőket, tanítókat fölemelni, de ugyanebben az időben a másikat meg lenyomni. So common characteristics of these worldly Christians that they exalted some people in the church while pulling down others. Ugye van, aki az egyikhez ragaszkodott, azt mondta, én a Pált szeretem jobban, én az övé vagyok, a másik, én Apollósé vagyok, és ilyen biliárd szoba alakult ki, külön asztaloknál játszottak.
So it was as if people were playing games against one another, some supporting Paul, others supporting Apollos. És Pál ennek véget akar vetni, és arról beszélt nekünk, hogy ha esetleg ilyenek vagyunk a gyülekezetben, hogy embereket emelünk föl, akkor az azt jelenti, hogy az a testiességünknek az egyik jele. And Paul really wanted to call this out and say that if we're exalting some people in our church, then that's a sign of the worldliness of the flesh. Pedig ez jellemző gyülekezetekre. But it is characteristic of a church. Hogy azokat az embereket, akik úgy elől vannak mindig, azokat elkezdik fölemelni, meg magasztalni. That those people who are up in the front tend to be exalted by others in the church. De tényleg ne felejtsd el, én meg akarom mutatni a másik felét is. Amikor elkezdesz valakit fölemelni, hogy ő, csak ő, és én csak őt, azzal automatikusan nyomod le a többit. But when you do that and exalt certain people, then at the same time you're pulling others down. Ugye vannak ilyen emberek, így jönnek a gyülekezetbe, hogy én csak ezt a dicsőítést szeretem meg, amikor ő van, akkor én azt nem szeretem meg, ha ezt tanít, akkor az nem olyan jó, és ha ő tanít, akkor meg ő a legjobb. There might be people saying they have preferences for different worship leaders or for a certain teacher, and they'd only come if someone teaches. Isten látja igazán a szívünket, mert nagyon jó színészek vagyunk. But God sees our true hearts, and we're very good actors. De muszáj megvizsgálni magunkat ebben a dologban is, hogy testiesek vagyunk-e. But we have to examine ourselves and ask if we have anything of the flesh in us. Hogy egy Biblia órán, amikor eljössz, bárki áll itt, mi az, amit keresel? That no matter who stands up here, what is it that you're looking for during a Bible study? Mi az, ami megelégíti az érzékszerveidet, vagy mi az, ami szól a szívedhez? What is it that fulfills you and speaks to your heart? Hogy fontos szerintem, hogy megtanuljuk, hogy úgy ülünk itt, hogy azért jöttünk, hogy Isten mit akar nekem ma mondani. I think it's important that as we sit here, we ask the question, what God wants to say to me. Mert a legrosszabb hely, ahol lehetünk keresztényként, az, hogy testiesek vagyunk. Because the worst place we can be as Christians is being of the flesh, worldly. És Pál bátorítja Timóteust, a pásztort, hogy ez a te választásod, Timóteus. And Paul here encourages Timothy, the pastor, that this is his decision. Hogy lépd meg azt a jó lépést. So take the good step. Azt mondja 2 Timóteus 1-ben. In 2 Timothy 1, he says. 6. verstől. From verse 6. Arra buzdítja, hogy gerjeszt föl az Isten kegyelmi ajándékát magadban. Legyen ez a választásod. Says to fan and to flame the gift of God. Az erő, a szeretetnek a lelkét. The spirit of power and love. Aztán a 8. versben azt mondja, hogy válaszd azt, hogy nem szégyeled az evangéliumot. Then in verse 8 says, not be ashamed of the testimony. Remélem érzitek benne, hogy Timóteus valahogy elindult félre. Hope you can see that here it might seem like Timothy's going off the correct path. Szégyelte az evangéliumot, sőt Pált szégyelte. Perhaps was ashamed of the gospel and of Paul. És Pál azt mondja, hogy válaszd azt, hogy fölgerjeszted az Isten ajándékát benned. But Paul says to him to fan into flame the gift of God, which is válaszd azt, hogy nem szégyeled az evangéliumot, válaszd azt, hogy nem szégyelsz engem. And make the choice not to be ashamed of the gospel or of me. Ez a te választásod, az én választásom, itt kezdődik el. This is your decision and my decision. This is where it starts. De tudod, lehet, hogy azt mondod ezután a másfél év után, hogy beleragadtam olyan szokásokba, olyan dolgokba, hogy én választanám, csak nem bírok belőle kijönni. But maybe after this past year and a half, you say that you've been stuck in these habits and you can't come out of them. Akkor később a Timóteusnak ezt írja. Then later to Timothy he writes. 2:20-tól. From chapter 2 verse 20. Illetve inkább a 21. vers. Or verse 21. Azt mondja, hogy ha valaki megtisztítja magát, oda megy Isten elé és megtisztítja magát. Says that those who cleanse themselves and come to the Lord. Akkor újra megbecsült, helyes, jó edény lesz és jó alkalmas eszköz az Úr kezében. Then he'll again be instruments for special purposes made holy and useful in the hands of the Lord. Hogyan tudod megtisztítani magadat? How can you cleanse yourselves? Filippi 3:14. Philippians 3:14. A kedvenc igeversem. It's my favorite verse. Ugye ott Pál arról beszél, hogy micsoda dicsőséges élete volt korábban. Where Paul talks about the great life he had before, full of glory. De mindent kárnak meg szemétnek ítél. But he views all of that as leaving it behind. Ami korábban a dicsősége volt.
So before what was glory he counts as nothing. És aztán azt mondja ott, hogy és egyet cselekszem, amik a hátam mögött vannak, azokat elfelejtem. But he says he does one thing, I press on toward the goal and forget what is behind me. Semmi jót nem hoztak nekem. They didn't bring me anything good. És aztán nekifeszülök annak, ami előttem van. Then he says I press on toward what is ahead of me. Itt kezdődik el. This is where it begins. Hogy engedd meg magadnak, hogy azokat a bukásokat, azokat felejtsd el. Just allow yourself the ability to forget those failures. Mert Isten is megígérte nekünk, hogy ő többet meg nem emlékszik a bűneinkről. Because God has also promised us that he won't remember our sins. Csak felejtsd el, ami a hátad mögött van. Just forget what is behind you. És lehet, hogy ez éppen most, ma itt történik meg. And maybe that'll happen right now here today. Kérlek, engedd meg magadnak, hogy Isten kegyelmes veled. And just allow yourself to know that God is gracious with you. És ott van ennek a versnek a másik fele is, azt mondja, és nekifeszülök annak, ami most előttem áll. Tehát van egy felelősségünk is. And then the other aspect of this verse is our responsibility to press on toward the goal. Hogy állj föl és feszülj neki annak, ami most előtted van. To stand up and press on toward what is ahead of you. És Isten ereje által ezt meg fogod tudni, ki fogsz belőle tudni mászni. And with the strength of God you'll be able to climb out of whatever you're in. Mert Istennek van ereje ahhoz, hogy kimásszál. Because God has the strength to give you to climb out. És of így érted van. And he is for you. Na, csak ennyit így a visszatekintésről, csak ezt meg szerettem volna nézni, hogy Pál itt véget akar vetni ennek az emberi imádatnak, ami van. So that's it on this part. Just wanted to emphasize that Paul wanted to bring an end to his worship of men, people. És a mai üzenetnek azt a címet adtam, hogy mit építünk. Tényleg ez egy nagy kérdés, hogy mit pakolsz bele az életedbe, mit engedsz be és hogyan. The title I gave to today's message is what are we building and what are we allowing to come into our lives. Olvasom az 5-től a 9-ig a harmadik részben. Reading from verse 5 in chapter 3. Hát ki az az Apollós? Ki az a Pál? Szolgák csupán, akik által hívőkké lettetek. Mégpedig ki úgy szolgál, ahogy megadta neki az Úr. Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet is, aki öntöz, egyek és mindegyik, majd a maga jutalmát kapja a fáradozásához méltón. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. What after all is Apollos and what is Paul? Only servants through whom you came to believe, as the Lord has assigned to each his task. I planted the seed, Apollos watered it, but God has been making it grow. So neither the one who plants nor the one who waters is anything, but only God who makes things grow. The one who plants and the one who waters have one purpose, and they will each be rewarded according to their own labor. For we are co-workers in God's service. You are God's field, God's building. Szóval itt kapunk egy leszkét arról, hogy hogyan nézzenek magukra a gyülekezetben szolgáló emberek. So here we find a lesson of how those ministering in the church should view themselves. És Pál megmutatja nekünk ezt, hogy kell viselkednie egy tanítónak, egy szolgálónak a gyülekezetben. And Paul shows us how a teacher, someone serving in the church should behave. És mennyire durva ez, nem? A világ legnagyobb misszionáriusa, a Bibliánk nagy részét ő írta. And how great that this great missionary who wrote such a great part of the Bible. És azt mondja magáról, hogy ki vagyok én. Says who am I? Hogy én senki vagyok igazából. He says that I'm a nobody. Én csak megteszem, amit rám bíztak. I just do what I've been entrusted with. De mi csak munkatársai vagyunk Istennek. And we're only co-workers of God. Aztán fölteszi ezt, aki kicsoda az Apollós. Then he asked the question, who is Apollos? Mi csak eszközök vagyunk Isten kezében, a növekedést azt Isten adja, nem rajtunk múlik, nem mi csináljuk ezt. We're just tools in the hands of God, and God is the one who gives the growth. We don't do it. Pál csak elszórta a magokat, vetette, ugye, és Apollos jött, és ő gondozta, ültette. Ő gondozta, nevelte. So Paul just scattered the seeds, and then it was Apollos who watered it. Azt mondja Pál, mi csak hozzuk nektek, elétek öntöttük az üdvösséget, de Isten hozta az életet. So Paul says we just brought you the message of salvation, but it's God who gives life. Mi megtettük, amint ránk bíztak, de Isten adta bennetek a növekedést.
We did what was entrusted to us, but God gave you the growth. Mindannyiunknak vannak ajándékai. We all have gifts. És azért adta Isten nekünk ezt, hogy benneteket közelebb vonjon magához. And God gave us these gifts so that he may draw you closer to himself. Látod, Pál volt, aki plantálta, Apollós öntözte. So Paul was the one who planted and Apollos watered. De a növekedést azt az Isten adja. But God gave the growth. És ez szerintem jó így felelősség szinten is tudni egy szolgálónak. And I think it's important to know as a responsibility of someone serving. Hogy a növekedést azt nem te fogod hozni az emberekbe a gyülekezetben, hanem Isten ad növekedést. That you won't be bringing the growth in the church, but it'll be God doing it. Te csak legyél hűséges azon a területen, amire tudod, hogy Isten elhívott. And what you need to do is just to be faithful in the area that God called you to. Az legyen a célunk, szolgálók itt a gyülekezetben, hogy nem magunkhoz vonjuk az embereket, hanem Jézushoz vigyük őket. Our goal as those of us serving in the church shouldn't be to draw people to us, but rather to lead them to Jesus. És bármilyen szolgálatban is veszel részt, kérlek, hogy gondolkozz így, hogyan vonhatom közelebb a gyülekezetemet Jézushoz azzal, amit csinálok. And whatever ministry you're in, ask that you ask yourself the question, what can I do to draw others closer to Jesus? Legyen ez a célotok a szolgálatotokban. May this be your goal and purpose in your ministry. Mindenkinek megvan a része, tényleg minden egyes embernek itt a gyüliben. Everyone has their own part in the church. És annyira vágyom rá, hogy egy olyan gyülekezet legyünk, ahol mindenki tudja a részét és teszi a részét. And I really desire for us to be a church where everyone knows their part and does their part. De Pál arra tanít minket, hogy egyiket sem szabad fölemelni, fölmagasztalni. But Paul teaches us that none of these areas should be exalted over one another. Hanem egyedül csak a növekedést hozó Istent. But only the God who brings about the growth. Mert a szolgálók azok csak eszközök Isten kezében. Because those serving are just instruments and tools in the hands of God. Úgyhogy remélem, hogy nem vagytok büszkék így magatokban. So I hope you're not proud from within. Veszélyes ez a terület. Because that's a dangerous area. Mert amikor büszkévé válunk, keményen Isten kivehet minket a szolgálatból. Because when we become proud, then God can pull us out of the ministry. Jézus beszélt arról, hogy hogyan kell szolgálni. Jesus spoke of how we should minister. Azt mondta, ha valaki nagy akar lenni közöttetek, he said that he who wants to be great among you, akkor legyen a legkisebb. Then let them be the lowest. Hogy alulról kell szolgálnunk az embereket, nem pedig felülről. That we have to serve people from the bottom up and not from up. És később majd látni fogjuk, Pál is beszél arról, hogy hogyan nézzenek a szolgák magukra. And we'll also see Paul later write how those serving should view themselves. Azt mondja, hogy mi csak rabszolgák vagyunk Isten titkainak a sáfára, és semmi több. Just says we're just bond servants of Jesus and the stewards of his teachings. Tudjátok, az egészséges visszajelzés szerintem nagyon fontos. I think healthy feedbacks are very important. És szeretnélek benneteket ebbe bátorítani, hogy amikor mentek a gyerekszoliba a gyerekeitekért, akkor mondjátok el a gyerekszolgálóknak, hogy de jól csináltátok. And I want to encourage you that perhaps when you're picking up your children from the children's ministry, let these people know that their work is great and they're doing well. Tehát nem arról van szó, hogy ne emeljünk föl senkit, és csak ilyen komor fejjel nézünk egymásra, mert csak eszközök vagyunk, és kész. So it's not that we shouldn't praise anyone around us and just have these serious faces and think that we're just instruments. Szerintem az egészséges visszajelzés az nagyon fontos egy szolgálónak. Kell is szomjazzuk, mi is, tanítók is, mindenki. As teachers and those serving, we all thirst for healthy feedback. De ne magasztaljatok föl embereket, ne emeljetek föl bennünket. But don't exalt us, those serving. Mert nagyon nagyot lehet onnan esni. Because you can really fall from és, such a és position. Nem szeretnénk. And I don't want to. Hogy ez megtörténjen velünk. I don't want this to happen to us. Hogy bűnbe vihet ez minket. Because this can bring us to sin. És ezzel másokat is. It can also take others to sin through this. Ezért beszél róla ilyen erősen Pál szerintem, hogy tudjátok a helyeteket, és tudjátok, hogy a szolgálók kicsodák. That's why Paul so strongly speaks about this, to know your place and know who those serving are. És csak még egy dolog, mert a szolgálónak annak könnyű azt nézni, hogy van-e dicséret az emberektől, hogy azon álljon a szolgálat, hogy mit mondtak róla. Just one more thing here, so for those serving it's really important whether they're getting praise from those around them.
De mondanám, hogy ne vadásszátok az emberek dicséretét. But I want to say, don't seek out praise of men. Olyan sokszor van, hogy lemegyek itt a színpadról, és a nyakamba ugrik valaki, hogy mennyire jó volt ez a Biblia óra, és annyira szólt hozzám, és shalalalalala. So often when I come down after teaching, people just run up to me and hug me and say how wonderful and great this teaching was. És két hét múlva ugyanaz az ember azt mondja, hogy már fél éve nem szól hozzám a Biblia órád, és kapok egy levelet tőle, és hogy azt hiszem, hogy elmegyek másik gyülekezetbe. And then 2 weeks later, the same person writes me a letter saying that your teachings haven't been speaking to me for half a year, so I'm gonna change churches. És őszintén lesz engem annyira tönkre tudott korábban tenni. In all honesty, before this would cause such a harm for me. Mert azt vadásztam, hogy na most ez tetszett, most ez jó volt. Because I would always be asking and seeking whether it was good, was my teaching really good? De rájöttem, hogy nem az embereknek a dicséretét kell keresni, mert az ilyen. But I realized that I shouldn't be seeking people's praise because it fluctuates. Hanem abban legyél biztos, hogy ahol vagy, azt Isten tőled elvárja, az a te feladatod, a te részed a gyülekezetben. But just be confident that where you are, God asks you to be there, and it's your part in the church. És abban legyél hűséges. And be faithful in that. És Isten meg fog ebbe erősíteni majd. And God will strengthen you in this. Szóval ne keressétek az embereknek a dicsőségét. So don't seek out the praise of people. Csak tegyétek azt, ami rátok van bízva. And just do whatever has been entrusted to you. És csak még egy dolog, mert itt plántálásról volt szó, meg növekedésről. And just one more thing here, as we were talking about planting and growth. És egy kicsit kiugrok a témából ezzel kapcsolatban. I'm gonna jump out of the topic. Van úgy, hogy az evangéliummal kapcsolatban néha mi csak a vetők vagyunk, és ezt létszi, halljátok meg. So sometimes when we're sharing the gospel, we're only the sowers. Néha azt gondolod, hogy akkor sikeres egy evangelizáció, ha ott előtted térdre esnek, megtérnek, és még látod őket még növekedni is az Úrban. And sometimes we may think that evangelism is for good evangelism, you have to see people to get saved right there on the spot and then grow in the Lord. És ha ez nem történik meg, akkor borzasztóan csalódott vagy, sőt, ilyenkor van, hogy emberek visszavonulnak, hogy én nem beszélek az evangéliumról többet. And if people don't get saved, then sometimes people might get discouraged and just step back and say, I'm not going to be sharing the gospel anymore. Szerintem ebből a szempontból nagyon bátorító ez az igerész, mert van, hogy egyszerűen csak vetjük a magot, és nem fogsz belőle semmit látni te. And for that reason, I think this specific scripture is very encouraging, because sometimes you might be sowing the seeds, but not seeing the results. És olyan, mintha csak a falnak beszélnél, tudod, hogy mondod, de semmi nem történik. Because in these times it might just be like you speaking to deaf ears and nothing happens. De kérlek, hogy pont ezekben az időkben ne adjátok föl, hogy beszéltek Jézusról meg az evangéliumról. But especially in these times, please don't give up and don't stop speaking about Jesus and his gospel. Gondolj arra, hogy te most lehet csak így veted a magot, és majd Isten odaküld valaki mást, aki majd a növekedést, illetve segít a növekedésben, és te nem fogod látni. Since you might be the one just sowing the seeds, but God can send someone else to then water that person and then will bring the growth later. Sőt, ennek a másik oldala az, hogy ne add föl, hogy Istenről beszélsz így általában. And the other side of this is not to give up speaking about Jesus or God. Mert lehet, hogy olyannak fogsz beszélni Istenről, akiben már van egy elvetett mag. Because you might be speaking to someone in whom a seed has been sown already. Hogy valaki már beszélt neki Jézusról. So perhaps someone has already spoken to him or her about Jesus. És te leszel az, aki segítesz neki a növekedésbe. And you will be the one to help them in the growth. De Pál, látod, erősen arról beszél, hogy mi egyek vagyunk, a vető és az öntöző, az mi egy csapatba játszunk, mi nem egymás ellen mentünk Apollóssal, mi együtt vagyunk. And Paul here strongly emphasizes that the sower and the water are one, we're not against one another. Hogy mások az ajándékaink, máshogyan nyilvánulnak is meg. We have different gifts, which shown different ways. De egyszerűen csak mi hűségesek vagyunk ezeken a területeken, és Isten majd hozza a növekedést. But we're just faithful in our own parts, and God will bring the growth. Minden ajándékra szükség van így a gyülekezetben. We need all the different gifts in the church. És tudjátok, én annyira szeretem, hogy és remélem ez így is marad a gyülinkben, hogy sokszínű a tanítás.
You know what I really love about our church is that our teachings are very diverse and colorful. Mondták nekem, hogy lusta vagyok, mert miért nem én tanítom a szerdákat is, hát én vagyok a pásztor. Someone's told me was lazy for not teaching on the Wednesday nights. De hadd mondjam el, hogy felszabadítalak, ha esetleg te is ezt gondoltad. But let me tell you, in case you were thinking that. Hogy nem azért csinálom, mert lusta vagyok. That I'm not doing that because I'm lazy. Hanem nézzétek meg a különböző tanítókat, tanítási stílusokat, amik vannak a gyüliben. But rather to see the different teaching styles in the church. És én hiszem azt, hogy ezt Isten szépen összevarja, és így sokkal egészségesebb a gyülekezetünk. And I believe that God uses all these different teaching styles to make our church healthier. És közben látod azt, hogy tanítóknak van helye növekedni a tanításban. And you see that teachers have room to grow through their teachings. És minél több ember, minél több stílus, több embert tud eljuttatni Jézushoz. And the more people, the more styles, the more people they can take to Jesus. Szóval látod, a helyes építkezés az nagyon fontos. So healthy building construction in our lives is very important. És Isten nem a mennyiséget fogja keresni a szolgálatodban. And God won't be looking at the quantity of the service you do. Hanem hogy hűséges vagy-e azon a területen, ahova elhívott. But whether you're faithful in the area that you are called to. Olvassuk tovább 10. 11. vers. Let's continue reading from verse 10 and 11. Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá, mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. By the grace God has given me, I laid a foundation as a wise builder, and someone else is building on it. But each one should build with care, for no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. Először azt látjuk, a 9. versben azt mondta Pál, hogy ti Isten szántóföldje vagytok. So first we see in verse 9 that you are God's plow field. Aztán azt mondja, ti Isten épülete vagytok. Then he says you're God's building. Ugye én ültettem, mondja Pál, Apollos öntözte. So Paul says I planted and Apollos watered. És itt én leraktam az alapokat, és Apollos épített rá. And Paul says that I laid a foundation and then Apollos built on it. Hiszen ti vagytok Istennek az épülete. Since you are God's building. És többször látni így az Új Szövetségben, hogy Pál egy épülethez hasonlítja a személyt vagy a gyülekezetet. We often see in the New Testament that Paul compares individuals or the church to a building. És itt szerintem a gyülekezetre használja itt, mint egy egységre. And I think here he's using this term here to describe the church as a unit. És véleményem szerint itt leginkább a gyülekezeti vezetőkhöz szól erősen. And in my opinion, I think he's mostly speaking to the leaders of the church here. Hogy ugye először is ne fogadjatok el más alapot, csak Jézus Krisztus az egyetlen út. First of all, don't accept any other foundation other than that Jesus is the only way. És ez ma is nagyon fontos, egy nagyon pillanatra megállok itt. It's also very important today, so let me stop here. Hogy nem kell több, mint Jézus. Elég csak hitből üdvözülünk. Kész. You don't need more than Jesus. We're justified through faith. Ez a jó alap. Ő meghalt a bűneinkért, és kegyelemből van üdvösségünk. This is a good foundation that he died for our sins and we have salvation by grace. Valószínűleg sokan jöttek Korintusba, akik szép beszéddel megpróbálták más alapokra helyezni a gyülekezetet, ezért Pál kihangsúlyozza ezt. There are probably a lot of people coming to Corinth with eloquent speeches trying to build on a different foundation. És neked is ma itt Jézus legyen az alap az életedben. For you sitting here today, let Jesus be the foundation of your lives. Ne hagyd, hogy megkérdőjelezzék az üdvösségedet, amikor te tudod, hogy hittel bíztál Jézusba. Don't let others question your salvation when you know that you are saved through faith in Jesus. Az a fontos, hogy mi az, amit ő tett, mi az, amit ő mondott. Legyen ez az alap. What's important is what he did and what he said, and that should be your foundation. És hogyha szeretnéd látni, hogy mit kell neked tenni, nézd meg, hogy Jézus mit mondott, hogy mit tett. And if you want to know what to do, then just look at what Jesus did. Jeremiah 9:21. Nem, 23. Jeremiah 9:23. Azt mondja, hogyha valaki dicsekedni akar, akkor azzal dicsekedjen, hogy értelmes és ismer engem. Says, let the one who boasts about this, that they have an understanding to know me. Hogy tudja rólam, hogy én vagyok az Úr.
that they would know that I am the Lord. Hogy én szeretetet meg igazságot akarok. That I exercise kindness and justice. Olvassuk tovább Korintus 3:12-től. Let's continue reading from chapter 3 verse 12 in 1 Corinthians. Ez egy kicsit hosszabb lesz. It'll be a bit longer. Az pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvaló lesz, és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni. De ha valakinek a munkája megég, kárt val. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és Isten lelke bennetek lakik? Ha valaki az Isten templomát megrontja, azt megrontja az Isten. Mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok. If anyone builds on this foundation using gold, silver, costly stones, wood, hay, or straw, their work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each person's work. If what has been built survives, the builder will receive a reward. If it is burned up, the builder will suffer loss, but yet will be saved, even though only as one escaping through the flames. Don't you know that you yourselves are God's temple, and that God's Spirit dwells in your midst? If anyone destroys God's temple, God will destroy that person, for God's temple is sacred, and you together are that temple. Ez azért súlyos igerész, nem? Mi találkoztatok már vele? Kérdéseket vet fel. This is a strong and serious scripture. Have you encountered it before? És ugye itt érkezünk el ahhoz a részhez, amikor kicsit arról fogunk beszélni, hogy figyelj, hogy mit építesz be az életedbe. And here we get to the part where we have to watch chat what we build into our lives. De mielőtt ezt megnéznénk, nekem ezzel az igerésszel mindig problémám volt. But before we look at that, I'll admit I've always had some troubles with this scripture. És főleg a 17. verssel, ha most odapillantasz még egyszer. Especially with verse 17. Hogy mindig valahogy úgy láttam ezt az igeverset, ilyen fenyegetésnek láttam ezt az igeverset. Because I've always viewed this verse as a threat. Tudod, hogyha olyan keresztény vagy, hogy mondjuk dohányzol, akkor ezt használták ellened, vagy használhatják ellened. That if you were a Christian who smoked, then they could use this verse against you. Hogy nem tudod, hogy te Isten temploma vagy, és ha megrontod az Isten templomát, akkor megront az Isten. Where they used in the context that if you are destroying God's temple, then God will destroy you. Szóval én korábban mindig így hallottam ezt az igeverset. And before, that was always the context that I've heard this verse in. Nem mindig, az nem igaz. Okay, not always, it's not true. Csak hallottam így is. But I've heard of it sometimes like this. Egy kárhoztatásként. As a condemnation. De tedd fel a kérdést. Ilyen lenne Isten? But just pose the question, would God be like this? Az elbukott kereszténnyel ezt csinálna? Would he act like such, the Christian who failed? Aki elrontotta az életét, még oda megy Isten, és még megrontja őt. That someone who ruined their lives, would God really go there and destroy them more? Amikor az Ézsaiás 42:3-ban azt mondja, hogy ő olyan megrepett nátszállat, azt nem töri el. When in Isaiah 42:3 he says, a bruised reed he will not break. Meg a füstölgő mécsest nem oltja ki. And a smoldering wick he will not snuff out. Szóval erről szólna ez, hogy Isten ilyen? So would this be what God's like? Itt az egész szövegkörnyezet azt mutatja, hogy Pál konkrétan a gyülekezeti szolgálókhoz beszél itt. But this whole context shows that Paul is specifically speaking to those serving in the church. És elmondja nekik, hogy kik ők, hogy hogyan nézzenek magukra, és mi igazán a feladatuk. And he tells them who they are and what their true responsibilities and tasks are. Azt mondja Pál, hogy én meg Apollós megtettük a mi részünket, most valaki más épít erre az egészre, de vigyázzon, hogy mit épít rá, figyeljen oda. He says that I and Apollos have done our part in building the foundation, but now whoever's coming next to build on this foundation has to watch out for what they put in there. És itt van a súlyos dolog, amit elvárhattok a tanítóktól. This is the serious aspect of what you should be expecting from the teachers. Én nem látom Istent sehol fenyegetőzni a Bibliába a hívők bűne miatt. I don't see God threatening people for the sins of the believers anywhere in the Bible. De arról beszél a Biblia, hogy a tanítók nagyobb ítélet alá fognak esni, Jakab 3:1.
But in James 1:3, the Bible does say that those who are teachers will be under stricter judgment. Máté 18, Jézus azt mondja, ha valaki megbotránkoztat valakit azok közül, akik hisznek bennem. And Matthew 18:6 says that if anyone causes someone to fall because of me. Szóval a pásztorok, a tanítók, a lelkivezetők valamiképpen, nem tudom hogyan, de erősebb ítélet alá fognak majd esni. So don't know how, but pastors and spiritual leaders will fall under greater judgment than others. És Isten meg fog minket ebben ítélni, hogy mit tettünk az ő menyasszonyával. And God will judge us in what we did to his bride. És ezért is gondolom, hogy itt Pál inkább azokhoz beszél, akik építők a gyülekezetben, akik tanítók. And that's why I really think that here Paul is speaking to those who are the teachers who are building. És fölhívja a figyelmüket, hogy vigyázzatok, mert meg lesz ez próbálva a munkátok. And he warns them that their work will be challenged and tested. És háromféle lelkivezetőt látsz itt, a bölcset, az ostobát, meg a károkozót. And you see three types of leaders here, the wise one, the foolish one, and the one who brings about harm. És kétféle alapanyagot. And two different types of foundations. Az egyik az a maradandó, az egészséges, az erős tanítás. Or two different building materials. The one is the strong and healthy teaching. És ott van az ideigvaló, a hamis, a gyenge tanítás. And then there's the temporary, false and weak teaching. Az egyik az Isten bölcsességén alapuló tanítás. One is dependent on the wisdom of God. És azt is látjuk a Bibliában, hogy ők a teljes írást tanították. We see that those teachers taught the whole scripture. Pál is mondja, hogy én nem szégyeltem előttetek a teljes írást tanítani. Even Paul says, I wasn't ashamed to teach the whole scripture to you. Vagy ott van a másik, ami emberi bölcselkedésen álló tanítás. Or there is the other teaching that is founded on the wisdom of people. Ami kihagyja a nehéz részeket, meg kihagyja a száraz részeket, és inkább csak arról beszél, ami jó. Which excludes the hard parts, the challenging parts, and only talks about whatever is good. És arra mozdul, ami amerre épp az érzések viszik. And moves in the direction of their emotions. Szóval a tanítóknak oda kell figyelni, mert meg lesznek ítélve más módon, mint a többiek. So teachers need to be careful because they will be judged differently than others. És ezt Jézus el fog jönni, és az ítélet napján meg fogja mérni a szolgálatukat. And Jesus will come and weigh their service. És persze nem az üdvösségük lesz kockán. Hát az egyértelmű a Róma 6-ból, hogy Istennek a kegyelmi ajándéka az üdvösség. And of course, it's not their salvation that'll be at stake, which is in Romans 6, that salvation is by grace. Aztán az Efézus 2-ben látni fogod, nem a cselekedeteik lesznek mérlegen. Or in Ephesians 2, it's not their works that are being weighed. Hanem úgy néz ki, hogy a szolgálatunknak a minősége. But rather, it'll be the quality of our service. Nem a mennyisége, a minősége. Mi az, amit tettünk Krisztus mennyasszonyával? So it's not the quantity, but the quality in what we did to the bride of Jesus. És tudod, ezek fényében nem csoda, hogy vannak gyülekezetek, aminek annyira meggyengül a belső szerkezete, hogy aztán már csak névlegesen létezik. And in light of this, it's not even surprising that there are some churches that have such a weak internal structure that by the end they only exist nominally. Azért, mert értéktelen alapanyagokat építenek be. Because they're building in worthless materials. Testies anyagokat. Materials of the flesh. Látod, ezért figyelmezteti őket Pál, hogy én nem szeretném, hogy veletek is ez legyen, korintusiak. And you see, that's why Paul is warning them, because he doesn't want this to happen to the church in Corinth. És az ítélet napja még nem jött el. And the day of judgment hasn't come yet. Isten ad időt a megtérésre a pásztoroknak is, meg a tanítóknak is. God gives time for repentance to the pastors and teachers. Ne felejtsétek el, hogy a pásztoroknak írt levél elején Pál odaírja, hogy Isten még irgalmas is veletek. So and don't forget that in the letter written to the teachers, Paul also adds that God is still gracious to you. Nem csak kegyelem és békesség, hanem irgalom is jár a pásztoroknak. So there's not just grace and peace, but God is also merciful towards them. De itt van még az idő, hogy megtérjenek. But they still have time to repent and be saved. És Isten kegyelme még mindig nyitva áll mindannyiunknak. And God's grace is still available for all of us. És az ő ereje vissza tud minket állítani. And his strength can restore us. És a döntés az a miénk lesz, hogy mit építünk innentől kezdve.
And the decision is ours what we're going to be building. Hogy milyen lesz a mi szolgálatunk. What our ministry will be like. De amúgy egy utolsó kérdés. Just one last question. Mert ezt le lehet vinni személyes szintre is. Because we can also view this on the individual level. Arra kérlek benneteket, hogy ma gondoljátok át, hogy mi az, amit beépítettek a személyes életetekbe. I ask that today you really think through what you're building into your own personal lives. Nehogy olyan legyen, mint a Legónál, hogy több dolog kimaradt, és újra le kell szedni, visszabontani, hogy újraépítsd. Because we don't want it to be similar to building a Lego where parts are left out and then you have to take it apart. A döntés az a tiétek. The decision is yours. Imádkozzunk. Let's pray. Atyám, köszönjük neked a mai üzenetedet. Father, thank you for today's message. Köszönjük az igédet, hogy ez munkálkodik bennünk. Thank you for your scripture and that it's working in us. Köszönjük a közösséget, a dicsőítést. Thank you for community and worship. Köszönjük, hogy munkálkodsz ebbe a világba még mindig. Thank you that you're still working in this world. És hálásak vagyunk azokért is, akik online néznek minket. We're grateful for those who are watching us online. Jó együtt lenni itt. And it's good to be together here. És arra kérünk, Uram, hogy mutasd meg, mi az az egy mondat, az az egy szó, az az üzenet, amit a mai órából nekünk adtál. And we ask you, Lord, to show us the word or sentence that you've given us from today's teaching and speak to us. Szeretnénk ezt magunkkal vinni és megerősödni ebbe. Because we want to take that away and be strengthened in it. És arra kérünk, Uram, hogy áldj meg minket, hogy növekedjünk lélekben. And we ask you, Lord, to bless us to grow in spirit. Jézus nevében. In Jesus' name. Amen. Amen.